újabb részéhez ért a polgármesterházhoz megy elnevezésű informatív, a kerület elmúlt esztendejét bemutató lakossági beszélgetés sorozat, melyet ezúttal a Keresztúri Dezső általános iskolában rendeztek meg. Dékovács Róbert Antal, a kerület polgármestere, az összberuházásokon kívül az iskolát körülvevő terület eredményeit is méltatta, kihangsúlyozva a belső utak és útburkolatok megújítását. Nem a feladat elől elmenekülve, de azért mindig elmondom, és fontos tudni, hogy a fővárosban kétszintű önkormányzat működik, és így a feladat ellátás szintje is megkülönböztethetőek. A fővároshoz nagyon egyszerű, a főutak tartoznak, a kerülethez meg a mellékutak. Általában azon az utak a fővárosi, amelyeken busz, villamos jár. Épp ezért úgy osztjuk el a pénzt, hogy a javításuk, rendbehozataluk is hozzájuk tartozzon. És sokszor megkérdezhetik, hogy miért nem újítjuk fel a gyakorló utcát, a főutat, azért, mert az fővárosi feladat. A forrása nála van. Hogy ezt a forrás most épp itt tudja felhasználni, vagy a hármas metró felújításánál, ez más kérdés. És ha a főváros priorizál, hogy közlekedésfejlesztésben hármas metró vagy gyakorló utca, és több utat tudnék sorolni. Sajnos a hármas metró mellett kell dönteni, hiszen ott naponta több mint 100 000 ember közlekedését kell megoldani, munkába járását, iskolába járását kell megoldani, és azt lehet mondani, hogy életveszélyes állapotúvá vált az elmúlt évtizedekben. És nyilván, ha ezzel a nagy munkával, sok milliárdot, sok 10-100 milliárdot fölemésztő munkával végez, akkor következhetnek a további beruházások. Ezzel együtt ne legyünk elégedetlenek, a főváros rengeteg utat újított meg a kerületben. Közös munkával kezdtük a köztemető előtti körforgalommal, építészeti nívódíjas, Sírkert utca, Újhegyi út, Kápolna utca, Óhegy utca, Gergely utca, a Sibrik felüljáró, a 37-es villamos pályája, Kőrösi Csoma Sándor út, Jászberényi út, tehát tudom hosszan sorolni a nagy főútvonalakat, amelyek megújultak, füves pályát kapott a Kőrösi Csoma Sándor út, tehát nagyon komoly beruházások történtek az elmúlt pár esztendőben, ennyire volt energia, óriási az elmaradás. Járdaépítésre Kőbányán 2010 előtt az önkormányzat nem költött, vagy minimális összeget költött. 2010-et követően pár esztendőn keresztül évi 10 milliót, az utóbbi 3 évben évi 80 millió forintot költünk, és ez a 80 millió, mint csepp a tengerben. Ha nem tudjuk növelni az erre szánt forrásokat, biztosítható forrásokat, akkor évtizedekbe telik, míg Kőbánya minden felújításra szóló járdájával végzünk. Cél mindig az oktatási intézmények, orvosi rendelők környékén a járdák megújítása. Például itt a Keresztúri Dezső általános iskola előtt is felújított járdán lehet közlekedni, tehát a gyerekek, és itt ugye óvodát is elérünk, biztonságosan tudnak közlekedni. Belső utak? Látszik, ez a Lavotta utcában készült kép, hogy bizony a belső utak, parkolók sincsenek rendben. A gyakorló utcai belső úthálózaton kértem Szarvasi Ákos kollégámat, tehát itt az első sorban, hogy a szekér deréknyi méretű kátyúkat javítsa, azt mondta, nem tudja, mert nincs mihez kössön a kátyúzó anyag. Muszáj volt felületet, burkolatot cserélni. Ezzel itt idén végezni fogunk, következik a hiányzó szakasznak a rendbehozatal a pillanatokon belül, és el fog tartani nyár végéig. De a gyakorló utcában végezni fogunk ezzel a feladattal, és nyilván a fővárosnak lehet mondani, hogy szinte naponta írjuk a leveleket, hogy kérjük a gyakorló utcát, Paglódi utat, Kozma utcát, Gyömrői utat, és majdnem Méhes utca, Tavas utca, Bányató, Mádi harmat. Na, föl is soroltuk egyébként szinte az összeset, ahol a beavatkozást el kellene végezni. Tehát a lista nem olyan hosszú, a kilométerek száma azért nem kevés. Parkolók. Ezen a területen azért elég jelentős lépéseket tettünk a gyakorló utca, bár sokan nem szeretik, hogy fizetővezet, de gyakorlatilag rendezte azt a problémát, hogy nem lehetett hazajönni, nem lehetett, nyilván nem mindig lehet a ház előtt, ablak alatt megállni, nem tudott bejönni a szemetes autó, mentőautó, és így tovább, és így tovább. A polgármester az eseménynek otthont adó iskolával kapcsolatban hozzátette, hogy az önkormányzat bár elköltött közel 500 millió forintot a tetőszerkezet és külső homlokzat felújítására, ez továbbra is folytatódni fog majd. Olyan munkákat végeztünk el, mint a tető szigetelése, a rengeteg nyílászáró kicserélése az iskolaépületen, a külső szigetelés, hátra van idén a gépészeti munka, a fűtés,
korszerűsítése, és még a villamos hálózat korszerűsítése, amivel folytatnunk kell, utána pedig ki kell festeni, burkolatokat rendbehozni, tehát még van teendőnk ezen az iskolán is, de látszik, hogy a harmad iskolán, aminek a képe most villant föl, ez a külső szigetelés milyen eredményt hozott. Tornatermeket építünk, ez sem feladatom a már az önkormányzatnak, itt épp a Keresztúriról láthatnak egy képet. Tornatermet építettünk a Kada iskola udvarán, most pedig a harmad általános iskola udvarán fejezzük be idén késő tavasszal a tornacsarnok, tornaterem építését. Már csak egy iskolánk marad, ahol nincs normális méretű tornaterem, a Fekete István általános iskola az Újhegyen. A helyiek kérdései között az iskolával kapcsolatos problémák, a régió fejlesztéseinek elmaradása, illetve a játszóterek állapota került fókuszba. Azt szeretném megkérdezni, hogy amióta ez az iskolákat üzemeltető cég, vagy nem tudom, egyesület idejött, azóta elvettek egy csomó mindent a szolgáltatásokkal, tehát egy ilyen ingyenes korcsolyázási buszkirándulás ide a Szent László térre 3000 forint per fő volt, amúgy ami ingyenes lett volna a korcsolyázás. Át kellett menniük másik terembe, ott a szülőknek kellett felújítani a termet, egyedül a táblának a felfúrása, mert ugye az balesetveszélyes, hogyha esetleg leesik a tábla, a szülők festették ki a szekrényeket, minden, de az irodákat, amiket átvett ez a cég, azt mindjárt titokra megcsinálták, bontották, fúrtak, faradtak. Akkor a gyerekek miért nem érdemeltek annyit, hogy egy olyan terembe tudtak volna venni, ami már mondjuk úgy lett volna kialakítva, hogy ez mondjuk nem tudom, elvárható lett volna. Iskolát üzemeltető cég. Nem cég, tankereti központ. Ma az állam úgy szervezte meg az intézmények működtetését, hogy tankerületekhez, tankerületekbe sorolta az ország iskoláit, így megalakult a Kelet-Pesti Tankerületi Központ is, amely a 17. kerületet, illetve a 10-et látja el, itt működteti az intézményeket, ő a fenntartó. Ebben az épületben kapott helyet egyébként a használaton kívüli épületszárnyban a tankerületi központ maga. Tehát itt dolgoznak azok az emberek, akik ennek a két kerületnek a közoktatási rendszerén belül az általános iskolai nevelés-oktatás feladatait szervezik, tanigazgatási és minden egyéb szakmai működtetési, fenntartási kérdésekkel együtt. Nyilván az ő működésükhöz a kellő teret meg kellett teremteni, irodákat ki kellett alakítani. Ilyen egyébként korábban ugye egyik kerületben sem volt, se a 17. se a 10. kerületben. A szomorúan hallom, hogyha az iskolás gyerekekre nem jut pénz. Az ugye nagyon erős viták keresztüzében állt, hogy az általános iskolák működtetése, fenntartása állami vagy önkormányzati feladat legyen. A nagy önkormányzatok, tehetősebb önkormányzatok azt szerették volna, hogyha marad náluk. A kevésbé tehetős önkormányzatok is, általában vidéki kis települési önkormányzatokról kell beszélni, ők pedig nagyon régen azt szerették volna, hogy az állam vegye a gondozása alá, hiszen kötelező állami feladat megvalósításán dolgoztak az önkormányzatok kellő finanszírozása hiányában. Ezért az állam úgy döntött, hogy a teljes feladatellátási rendszert saját kezébe veszi. Mi megmondom őszintén, azt szerettük volna, hogyha az iskolák nálunk maradnak. Többet nem tudunk tenni, mint amit korábban is elmondtam, hogy nyomon követjük az iskolák működését, támogatjuk a szakmai programjaikat, ehhez adunk anyagi, erkölcsi támogatást, támogatjuk a gyerekek táborozását és rengeteg dolgot, ami nyilván önkormányzati feladatként is megjelenik, és az épületekre költünk. Sportért és oktatás ügyekért is felelős alpolgármesterként két észrevétel lenne a megjegyzésével kapcsolatban. Az egyik az a 3000 forint, amit mondott, mi két jégpályát üzemeltettünk valóban az Újhegyen, illetve a Városközpontban. Azt is mondtuk, hogy korcsolya oktatást biztosítunk a gyerekek számára. Én voltam az, aki kiküldte az órarendet, és minden igazgató beírhatta azt, hogy mikor, melyik csoportja, hogy akar jönni. Erre az önkormányzat 3000 forintért biztosított egy korcsolya tanárt. Tehát ez a 3000 forint szerintem mit okozott egy kis zavart? Azt szeretném megkérdezni, hogy nagyon örülök, hogy szolgált új egészségházat kapunk. De az az igazság, hogy mi felsőrákosan lakunk. Én úgy szerettem volna hallani, hogy mondjuk a Pilisi út és a Keresztúri út között, vagy a Határút között milyen fejlesztés lesz. Mert itt az elmúlt 50 évben nem igazán történt sem.
Annyi szemét van környéken, volt most személygyűjtés, két kerület hordja volt a szemetét. A közterület felügyelet, a mezőrség nem tudja ellátni a feladatát. Zentai úr, hogy ezen a, és talán a hölgy is említette, hogy ezen a környéken nem történt semmi. Nincs talán Kőbányának még egy olyan városrésze, ahol ennyi minden történt volna. Pesti Gábor utca járdafelújítás, Méhes-Hortobágy utca járdafelújítás, csapadék elvezítés, sebességmérő telepítése a Heves utcánál, Válc utcai játszótér bővítése, az most következik, mondja a polgármester úr. Gyakorló utcában 13-ban az óvoda bölcsőde épületét újítottuk meg, 17-ben az orvosi rendelőt, a keresztúrúti iskola épületet folyamatosan újítjuk meg, telepítettünk egy street workout pályát az óvodával szemben, hogy óvoda Kerepesi úti oldalán, Gépadár utcában a 10-20 előtt volt egy járdafelújítás, idén telepítünk egy lámpás lámpát, közlekedési lámpát a szakközépiskola elé, hiszen itt a legindokoltabb. Gyakorlatilag kiépítettük a fizetőparkolás rendszerét, új parkolókat építettünk, nem keveset, tehát nem csak a régi parkolóhelyeket újítottuk fel, hanem új parkolóhelyeket teremtettünk, kamerarendszert telepítettünk, a gyakorló utcai társasházak 32 millió forintot nyertek a tavalyi társasházfelújítási pályázaton, és ez nem a teljes, tehát nem teljességre törekvő volt a felsorolás, ami így hirtelen emlékezetből előjött. Nyilván ezt lehetne tovább folytatni még számos elvégzett munkával. A hulladékkal kapcsolatban egy dolgot még fontosnak tartok elmondani. Ez pedig az, hogy annak ellenére, hogy maga a zöld területnek a nagysága, az bármifajta rendfenntartó erőkkel való prevenciót megakadályoz, ennek ellenére az erőfeszítésünk folyamatos. Tehát ezért az fontos, hogy tudják, hogy a közterületfelügyelettel havi szinten van erről, vagy konkrét egyeztetés, vagy valami olyan akció, amit egy konkrét esemény váltott ki, amikor ők megszaporítják ott a járőrözést. Ugye a Rákosi réteknek elég sok bemenete van, akik ott élnek a környéken, tudják. Pilisiről mehetnek, Dorogiról mehetnek a Túzok utca felől, ezer módon el lehet jutni oda, hogy az ember szemetet lerakjon. A terület túl nagy ahhoz, hogy élő erővel ellenőrizzük. Ennek ellenére részben a Rákos menti mezei őrszolgálat, amit három másik területtel tartunk fönt, talán négy másik területtel tartunk fönt közösen, és egyre növekszik mind létszámban, mind eszközparkban ellenőrzése folyamatos, másrészt pedig a Kőbányai Közterületfelügyelet is folyamatosan járőrzik. Azt nagyon fontos elmondani, amit már egy fél mondat elég polgármester úr is jelzett, hogy a Rákosi réteg, aki a történetét ismeri, ezek ugye kárpótlási parcellák, gyakorlatilag ahogy a közterület véget ér, az már nem, ahogy az aszfaltozott út véget ér, azonnal nem közterület. A közterület felügyelő, ahogy a neve is mutatja, közterületen intézkedhet. Tehát itt a cél az lenne, hogy közterületen kapjuk még el őket, de abban a pillanatban, amikor rálépett valaki vadidegennek a telkére, hogyha ő lerakja ott a szemetet, akkor a közterület felügyelő nem bírságolhat, és ráadásul egyébként a telek tulajdonosnak keletkezik egy elszállítási kötelezettsége. A lakossági fórum sorozat keretében az önkormányzat ilyen módon próbál megoldást találni ezekhez hasonló, eddig még fel nem tárt problémákra, illetve megválaszolni a felmerülő kérdéseket.